Erstmal sind wir natürlich alle sehr, sehr glücklich. Először is azt szeretném mondani, nagyon boldogok vagyunk. Ich kann den Jungs nur ein Riesenkompliment machen, was sie heute wieder auch geleistet haben. Óriási dicsőséget szereztek a fiúk, és csak bókukat tudok mondani nekik. Ja, wir mussten einige Positionen verändern. Néhány helyen meg kellett változtatnunk a csapatot. Und ja, ich denke, dass wir mehrere gute Phasen im Spiel hatten und einige, die nicht so gut waren. Úgy gondolom, hogy több jó szakasza volt a mérkőzések számunkra, persze volt olyan is, ami nem volt jó a számunkra. Ja, wir haben versucht, das Spiel zu machen. Wir wussten, dass Dioschke etwas tiefer stehen wird. Megpróbáltuk alakítani a játékot, a saját játékunkat játszani. Tudtuk, hogy a Dioschke hátrahúzódik, kicsit visszaáll. Und wir haben gesehen, wenn wir den Ball schnell machen und Geschwindigkeit aufnehmen in Richtung 16er, dass sie Probleme haben werden. És láttattuk, hogy amikor kellően rá tudtunk gyorsítani a 16-os környékén, a 16-os előtt, akkor problémák adottak a Dioschke védekezésével. Und für uns war wichtig, dass wir nicht so viele Standardsituationen gegen uns gehabt haben. Darauf haben wir hingewiesen, weil jeder Spieler war, glaube ich, ein Kopf größer als die von uns. Fontos volt számunkra, hogy a rögzített helyzetekből ne érjenek el jó helyzetet, mert úgy láttam, hogy mindegyik játékosuk legalább egy fejjel magasabb volt, mint a miénk. Wir hatten zweite Halbzeit, die ersten 10-15 Minuten von der zweiten Halbzeit, die waren nicht so gut. Da kamen wir nicht so richtig ins Spiel rein, da haben wir auch das 1-1 bekommen. A második félidő elején 10-15 percig nem igazán éreztük a játékot, mintha aludtunk volna. Ja, und dann haben wir noch mal auf den Seiten vor allen Dingen, weil wir gesehen haben, die Jungs haben viel gearbeitet, die haben auch nicht so viel trainiert. Hollmann und Ukrai haben wir nochmal frische Leute gebracht, um nochmal ein Zeichen zu setzen, auch für das Team. És az egyenlítés után új erőket pontosítottunk, hiszen a héten se Hollmann, se Ukrai nem tudott kellően edzeni, ezért kellett cserejátékosokat becserélnünk. Wir mussten immer aufpassen, dass wir nicht in eine Kontersituation reinlaufen, weil es waren auch gefährliche Situationen. Ist klar, wenn man nur nach vorne dann denkt und das zweite Tor machen will, weil ein Punkt ist letztendlich dann auch zu wenig, wenn man um die Europa League spielt. Tudtuk előre, hogy egy pont az nem elég, hogyha az Európa Ligában akarunk szerepelni. Tehát ezért erőltettük nagyon a támadást, hogy megszerzzük a döntő gólt, de nagyon figyeltünk arra, hogy az ellentámadásokból ne kapjunk gólt. Ja, und ich denke, dass die Jungs sich das verdient haben auch. Und Daniel Böhle, der in der zweiten Halbzeit viel gearbeitet hat fürs Team, Bälle festgemacht hat, dass der sich auch belohnt hat, 5 Minuten vor Schluss dann auch das Siegtor zu schießen, das freut mich natürlich ganz besonders auch. Úgy érzem, hogy megérdemelték a fiúk a győzelmet, különösen Böhle Daniel, hívnám fel a figyelmet, aki az egész mérkőzésen nagyon küzdött, harcosan dolgozott, és így 5 perccel a befejezés előtt megszerezte a számunkra a győzelmet jelentő gólt. So, und jetzt haben wir nächste Woche wieder eine schwere Aufgabe und ja, wir werden uns jetzt regenerieren, werden die Wunden lecken und dann werden wir uns wieder vernünftig vorbereiten aufs nächste Auswärtsspiel. Következő héten is nagyon nehéz mérkőzés vár, azonban addig kipihenjük magunkat, nyalogatjuk a sebeinket, és kellene fel fogunk készülni a következő idegenbeli csatánkra. Freue mich natürlich auch, dass wir heute unseren mein Partner, der heute Geburtstag hat, dass wir ihm dass die Mannschaft ihm das schönste Geschenk heute bereitet hat, nämlich Ralf Zumbig, der heute Geburtstag hat. Und es ist immer schön, so einen Tag dann auch, gerade wir sind im Ausland, wir sind nicht zu Hause. Das ist natürlich doppelt schön. Örülök neki, hogy Ralf Zumbig, a másodedzőm, ilyen nagy jutalomban részesült a csapat által, ugyanis ugye ma van a születésnapja, ma ünnepli a születésnapját, és ez mindig nehéz egy idegen ország, hogyha nem otthon vagyunk, és így ünnepelni, de a csapat neki ajánlja a győzelmet. Alle sind zufrieden, Paul, Scholtern, alle sind zufrieden. Mein bester Freund ist aus Hamburg gekommen. Also es ist ein wunderschöner Samstag. ja, úgy érzem, úgy érzem, hogy mindenki elégedett, mindenki boldog, a vezetőség, a legjobb barátom Hamburgból megérkezett, tehát mindenki nagyon boldog. Köszönöm, köszönjük szépen. Vannak-e kérdések? Újabb kérdésem lenne Tomásról, hogy Juhász Attila vagyok, az online.hu felelős szerkesztője, hogy tudja-e, hogy mikor volt a Ferencvárosnak legutóbb ilyen sorozata, hogy Ich weiß nicht. Ich,
schöne nach Hause gehen und sofort googeln. Sajnos nem tudom megmondani, de megígérem, hogy hazamegyek, azonnal kigooglizom. De ha ön tudja, akkor... Legutóbb Varga Zoltán idejében, amikor átvette 1996-ban a Ferencvárost, az azóta elhúnyt legendás Varga Zoli, úgyhogy az ő nyomdokaiba lépte a Primos. Gratulálok! Köszönöm! Köszönjük, további kérdés! Apropó, a következő mérkőzés, mi a véleménye a esetleg, hogy hogyan fogják pótolni Besics játékát, ha esetleg kiütözik a világbajnokságra? Ez végleges döntés van erről? Ich hab mit dem Nationaltrainer, mit Susic, hab ich telefoniert und Momo wird die Woche bei uns bleiben. Und wird am Wochenende auch spielen und geht dann nach dem Spiel im Haladás geht er zur Nationalmannschaft. Beszéltem a bosnyák szövetségi kapitánnyal, megbeszéltem a dolgokat, hogy Besics nálunk marad a héten, lejátsza a Haladás elleni mérkőzést, és utána fog a válogatott kerethez csatlakozni. Die bosnische Nationalmannschaft, die kommt schon am 15. zusammen. Már 15. május 15-én a bosnyák válogatott találkozik. Das Beste ist immer, wenn man einen direkten Kontakt zu seinem Kollegen hat, dann kann man das auch mal untereinander auch mal regeln. Und große Klasse auch vom Nationalcoach, dass er unserem Verein Ferencváros so entgegengekommen ist, dass wir Momo für dieses wichtige Spiel auch noch haben. Ez egy nagyon jó dolog, hogy napi kapcsolatban vagyok a szövetségi kapitány, és nagyon jól esett, hogy ő megtisztelt azzal, hogy Besics még nálunk maradhat ezen a héten, és csak utána kell leutazni a válogatott kerethez. Aber er war ja auch Mittelfeldspieler wie ich, so man versteht sich dann. De hát ő is középpályás volt, ugye régebben, mint én, úgyhogy így megértük egymást. Köszönjük szépen, további kérdés. Amúgy azt szeretném megkérdezni, hogy a szünetben a levonuláskor élénken magyarázott valamit Vassainak, hogy mi volt ez. Ja, ich war nicht einverstanden mit der gelben Karte für unseren Kapitän. Nem értettem egyet a csapatkapitányunk sárga lapjával. Ja, wir haben sachlich diskutiert. Megbeszéltük szakmailag a dolgot. Und ja, er hat seine Meinung. Meine Meinung war, dass er ein ganz normales Tackling zum Ball gemacht hat. Es war keine Gefahr, dass er ihn verletzen konnte. Der Ball war dazwischen ein ganz normaler Zweikampf. Ő is elmondta a véleményét, én is elmondtam a véleményét. Én úgy láttam, ez egy teljesen normális hétköznapi párharc volt. A labda ott volt a közelben, tehát nem emberre irányult, hanem a labdára irányult a mozdulata. Und dann vermisse ich so ein bisschen so ein Fingerspitzengefühl. Er weiß, er hat vier gelbe Karten. Wir haben nächste Woche ein ganz schweres Spiel in Haladás. Dieses Wochenende haben mir schon zwei Jungs gefehlt. Jetzt fehlt mir nächstes Wochenende mein Kapitän. Und dann muss ich ein Gefühl haben dafür und muss wissen, er hat vier gelbe Karten. Dann spreche ich mit ihm nochmal, aber ich gebe ihm nicht gleich nach 35 Minuten die gelbe Karte und er ist gesperrt. Da muss ich ein Gefühl für haben. Én úgy érzem, hogy a bírónak egy kicsit több érzéssel kellett volna hozzáállni a csapatkapitányokhoz, ugye négy sárga lapja volt, és a sárga lapja volt, ugye hiányzik a haladásra a meccsen. Ez ugye a múltban is előfordult többször. Én úgy érzem, hogy ha kicsit félreírta volna, megbeszélte volna, hogy kicsit nyugodjon le, akkor másképp lehetett volna ezt a szituációt kezelni. Und ich bin der Erste, der sagt, wenn einer mit den Stollen so entgegengeht, dann sage ich, okay, gefährliches Spiel. Aber wenn einer mit der Seite kommt, wo der Spann nach oben guckt und der geht zum Ball, es gibt keine Gefahr, den Gegenspieler zu verletzen. Da muss ich ein Gefühl haben als Referee. És én úgy érzem, hogy a bírónak érzékelnie kell azt a szituációt, hogyha a játékos becsúszik, emberre megy, ugye a labdát nem akarja megjátszani, viszont akkor, hogyha valaki oldalról érkezik, és tényleg a labda megjátszása a célja, nem akar semmilyen veszélyes szituációt előidézni, nem akar sérülést okozni, akkor úgy érzem, hogy jobban meg kéne érteni ezeket a helyzeteket. Köszönöm. Köszönjük szépen, további kérdés. Megérdem, mert Ferhát annak nem tudjuk sportolni, hogy a Tomizati Zsitót megkérdeztem, hogy mi a jönni a 11-es szituáció, hogy fordulópont lehetett volna. Azt hiszem, hogy nem tudom. Ja, ich glaube, wir haben Glück gehabt. Ich glaube, dass er alle Augen zugemacht hat. Én úgy érzem, hogy szerencsénk volt, és mindenki behúnyta a szemét. Ja, es war eine schwierige Situation, weil Tschuko war so ein bisschen hinten dran an den Beinen, hat ihn leicht touchiert. Also, es gibt Referees, die geben auch den Elfmeter. Da können wir uns wirklich nicht beschweren. Nehéz helyzet volt. Tschuko egy kicsit hátrébb állt, mint a támadó játékos. Úgy érzem, hogy nem panaszkodhatunk ebben az esetben a bíróra. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, van-e még esetleg kérdés? Amennyiben is, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, szép napot kívánok, hajrá!